A japán kultúra, meg a japánoknak a hitvilága, illetve alapvetően az egész keleti hitvilág az tőlem annyira távol áll, hogy ezt elmondani nem tudom. Talán a Musashi volt az egyetlen olyan japánban játszódó történet, ami úgy Isten igazán berántott, akkor is nem tudom, tizen éves korom végén jártam, és egyszerűen így, így nem volt hozzám közel, nem tudtam olyan nagyon megtalálni semmiben magamat, úgymond, vagy nem tudtam magamat azokhoz a történetekhez csatolni, és így nem olvastam ilyeneket. De az, hogy egy magyar írónő ír egy olyan fentezit, amiben a japán hitvilág és mindenféle különböző furcsa lények szerepelnek, ez engem olyan szinten érdeklődésre késztetett, és annyira kíváncsi voltam, hogy muszáj beszélnem róla, mert fantasztikus élményt is adott hála a jó Istennek. Sziasztok, könyvmajok, ez itt a Borító Alatt csatorna, én pedig Rita vagyok. Ahogy a felvezetőben elmondtam, egy egész komoly japán folklort kapunk, és egy nagyon érdekes történetet, egy ilyen igazi fentezit, ráadásul magyar írónőtől, ami számomra teljes döbbenet volt, és az volt benne a döbbenetes, hogy olyan mélyen végigment ebbe a sztoriba, hogy az, az valami elképesztő, úgyhogy mondom is, Eszes Ritától, Tükör a felhőkön túlra. Ez lesz a könyv, amiről szeretnék nektek mesélni egy kicsit. Nekem óriási élmény volt, ezzel kezdtük az évet a moly Buborék és szerintem ez egy fantasztikus választás volt. Úgyhogy tényleg az egyik legjobb moly buborékos könyv szerintem. Nagyon-nagyon élveztem, nagyon jó volt belepillantani ebbe a japán világba, ebbe az egész millióbe, hogy ők hogyan gondolkodnak, hogy mennyire fontos nekik az, hogy hogyan vélekednek róluk, hogy mennyire kell, hogy sokat tegyenek, hogy kell, hogy tegyenek a társaikért, a társadalomért, stb. stb. Ezek mind annyira érdekes kérdések voltak, hogy, hogy így nagyon-nagyon durván megragad bennem, és, és a történelmi oldalt is megkapjuk egyébként, és, és, nagyon pontosak ezek a leírások. Szóval, hogyha valaki kigugliszta azt, hogy mikről írt Eszes Rita, akkor, akkor konkrétan adatokat talált arról, ami itt van a könyvben, csak nyilván ez egy fentezi, tehát természetesen Kicsit más körülmények közé lett helyezve ez az egész történet, viszont fantasztikus és nagyon-nagyon érdekes az egész. Úgyhogy, ugye én tényleg imádtam ezt a sztorit, nagyon belelkesültem olyan szinten, hogy az egész hónapomra hatással volt, mert próbáltam még hasonló történeteket olvasni, ráadásul Eszes Rita stílusa is nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy biztos, hogy fogok még az írónőtől olvasni, mert nagyon-nagyon berántott ez a sztori, és nagyon-nagyon kíváncsi lettem, hogy a többi könyvében hogyan jeleníti meg azokat, amikről ír, mert tényleg az írásmódja annyira mai, annyira modern, miközben amúgy az 1600-as évek Japánjába vitt minket, hogy, hogy ez valami elképesztő, tényleg annyira közel tudta hozni hozzá ezt az egész világot, hogy ilyet még tényleg, talán még a Muszasi sem tudott megcsinálni. Pedig imádom azt a sorozatot, szerintem fantasztikus könyv, könyvek, de de hogy ott azért éreztem azt, hogy, hogy ebben nagyon nagy a távolság az én világom, meg az a világ között. Itt viszont valószínűleg az írásmóddal, nagyon-nagyon-nagyon közel került hozzám ez az egész, úgyhogy tényleg fantasztikus könyv volt, én nagyon-nagyon imádtam. A főszereplőink iszonyatosan érdekes karakterek, hiszen az egyikőjük egy alakváltó, és többféle alakban is megjelenik, de a fő az a nyest kutya, erre majd keresetek rá, hogyha még ezt nem tettétek meg, iszonyatosan cuki állat, nagyon-nagyon érdekes volt ez is, hogy, hogy ebbe az irányba indult el az írónő, de a borz alakja is nagyon tetszik, a szamuráj alak is nagyon érdekes volt, amikor abban jelent meg, szóval az is, hogy miért, szerintem fantasztikusan lett végigvive az egész sztori, és tényleg az, hogy a család fontossága, az, hogy a társadalomért teszünk, hogy, hogy, vajon hol a határ, hogy kihez legyünk hűségesek, hogy magunkhoz, a társunkhoz, ahhoz a családhoz, per társadalomhoz, amihez tartozunk, illetve, hogy itt vannak ezek az alakváltók, ezek a jokályok, a, a, démonok, úgymond, hogy, hogy, hogy ők is mennyire fontos részei ennek a világnak, aztán, hogy ez hogyan változik szépen fokozatosan a könyvlapjain keresztül, mármint maga a gondolkodása a főszereplőnknek, ez mind szerintem nagyon-nagyon érdekes kérdéseket vet föl, és nagyon-nagyon és tetszettek ezek az alkuk, amiket kötöttek, az egész történet folyam, hogy mi történik, hogy miért ennyire fontos ez az ember. Ebben az egész történetben, hogy miért pont ő kapja a feladatot, amit végig kell csinálnia. Szóval amúgy végig kalandozunk Japánon, egy bizonyos részén, Japánnak, de végig kalandozunk ezen a, a sztorin, és. És iszonyatosan jó, tényleg fantasztikus volt. Azt azért hozzá kell tennem, hogy vannak benne spicy jelenetek, amik ráadásul érdekesek, de hát japán folklór, szóval annyira nem vagyunk meglepődve, hogy ember és nem teljesen ember az, aki együtt van. Úgyhogy ezen annyira nem lepődtem meg, meg nem döbbentem le, érdekes volt, az biztos. Furcsa, furcsa néhány jelenet sor, de, de én azt gondolom, hogy teljes mértékig elfogadható ebben a környezetben, és, és ha ezt mind a mai Magyarországra tennénk, akkor, akkor nagyon furcsán néznék, és akkor azt mondanám, hogy ú, ez nagyon pervers. De mivel ezt Japánba raktuk, és a japánok hite szerint ez így tök oké, okay, így azt gondolom, hogy ez így elfogadható és autentikus tudott lenni. Nyilván ettől még ez egy furcsa dolog itt Közép-Európában, de, de, de hát Istenem. Szóval ők így gondolkodnak, és így, így élik az életüket. Szerintem ez teljesen autentikus volt, és, és ettől volt ennyire jó. Úgyhogy um, hát ennyi szerintem a spoilermentes rész, mert mert nem tudok azon kívül többet elmondani, amit elmondtam, mint hogy kalandos, fantasy, olvassátok el, mert óriási, fantasztikus, nagyon komoly morális kérdéseket vet föl, és igen, ha ezen a spicy dolgon túlmegyünk, akkor, akkor fantasztikus a könyv, és, és, tényleg olyan infókat kapunk Japánról, meg, meg az ő gondolataikról, meg a hitvilágukról, amik, amik szerintem nagyon-nagyon kézzelfoghatóvá teszik ezt az egész társadalmat, és hogy hogyan vannak ők berendezkedve. Szóval iszonyatosan nagy tanítások vannak ebben a könyvben azon túl, hogy amúgy elképesztően jól szórakoz az egész sztori. Úgyhogy akkor menjünk bele a spoileres részbe. Én imádtam Szoránát is, és imádtam Renmut is. Az első pillanattól kezdve odáig voltam Renmuért, és igen, ez a tipikus rossz fiú, és, és, tudom, hogy nem lenne szabad hinni neki, és, és az alkukkal ráadásul alapból is úgy van kezelve az egész sztori, hogy hát benne egy percig nem lehet megbízni, és csak az alkú köti ehhez az egészhez, de onnantól, hogy elkezdenek érzelmei lenni, szerintem egy annyira szerethető karakter, plusz én azt gondolom, hogy már az elejétől kezdve annyira érződött, hogy, hogy milyen szinten ki van szolgáltatva azáltal, hogy ő egy alakváltó, és hogy kapásból meg van bélyegezve, valahogy végig, Tudom, iszonyatosan nagy... Na mindegy, ezt most elmondom. Nagyon fogtok nevetni. Nekem az Ultropolis jutott eszembe, és konkrétan Nick és Judy esete, hogy, hogy ott van Judy, aki a, a tegyük jobbá a világot típusú hozzáállással létezik, ugyanez lenne sztoránál, csak nyilván ő egy kicsit furcsább lényként, és ott van Remu, mint Nick, aki, aki abszolút meg van bélyegezve, mint egy róka, akiben nem lehet megbízni, hát ebben az esetben nyes, kutya borz, amit akartok, és összeállnak, és kihozzák egymásból a legjobbat. És, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és hát ja, lehet, hogy most jót mosolyogtok ott a kamera a másik oldalán, de, de én, én, én tényleg éreztem ezt benne, és én Niket is nagyon szerettem, és ugyanígy emiatt Renmu is egy, egy annyira szuper karakter lett szerintem. De hogy ténylegesen valami olyat is mondjak, ami nincs benne a sztoriban, ami tényleg csak az én fejemből így jön, hogy Sorana is meg van bélyegezve ugye azzal, hogy ilyen albínó jellege van a lánynak, hogy totál fehér a bőre, és vörös a szeme, és ilyesmik, szóval, hogy, hogy ezért ő is egy furcsa lény az emberek között, és ő is meg van bélyegezve, és ott van ugye Remú az alakváltóságával, tehát, hogy meg alapvetően a jokályok, azt gondolom, hogy maga ez a szó, ez egy olyan szintű szitok volt akkor, és azt próbálta nekünk elmondani az írónő, hogy ők, ők mennyire nem voltak a társadalom részeinek tekintve, hogy tulajdonképpen ez az egész tükörtéma, meg ez az egész kalanda arról szólt, hogy, hogy őket eltüntessék, vagy, a, a, vagy hogy irányítani tudják őket. És ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés szerintem, és Szoránának a, a kis morális problémái, amik jönnek a könyvben, ezek szerintem nagyon valóságosak, és annyira emberivé teszik az egész szorit, és ezt nagyon-nagyon szerettem, és abszolút egyet tudtam érteni Szorenával, mert mint hogy meg tudtam érteni az ő szorongásait, meg félelmeit, meg problémáit. Onnantól, hogy a, a saját csapata támatrá rá, onnantól viszont bennem például egy percig nem volt kérdés, hogy kihez legyek lojális. Tehát, hogy teljesen egyértelmű, hogy itt valami nagyon nagy árulás van a sztoriban, és, és számomra nem volt kérdés, hogy hogy, hogy nem kell hűségesnek lenni. Viszont ugye azzal, hogy, hogy ez az egész előkerült, hogy, hogy nem biztos, hogy az a küldetés az valóban a jó célt szolgálja, onnantól viszont bejött számomra az a kérdéskör is, hogy ugye ezt Szorena is felveti, hogy a jokályokról végig azt tanulta, hogy ők rosszak, hogy ők, ők, bántották az embereket, és hogy a császár mire használta fel őket, és hogy a sógunátus ezt mind jóvá tette, stb. stb. Szóval, hogy, hogy kaptak egyfajta tanítást. Elmondták, hogy akkor mi vagyunk a jók, ők meg a rosszak. De mi van akkor, hogyha ez egyébként teljesen másképp történt? Mi van akkor, hogyha ők csak egy verzióját mondják el, azt a verzióját az igazságnak, ha lehet ezt igazságnak nevezni, amit ők megéltek? Tehát tulajdonképpen nem az van, hogy ez egy jó vagy rossz történet, hanem az van, hogy ők egy bizonyos szempontból látták a történetet, leszűrtek belőle következményeket, meg gondolatokat, és ezt vitték tovább évtizedeken, évszázadokon, generációkon át adott esetben. És hogy tulajdonképpen ez, ez, bármikorra is rávezethető, mert ha csak a török hódoltság idejéről beszélünk, a törökök azt gondolják, hogy mi tök jó fejek voltunk, hogy befogadtuk őket, és hogy ők ezt így élik meg, amikor ott találkoznak magyarokkal, és halálkedvesek és cukik velünk, míg mi úgy éljük meg, hogy jöttek és leigáztak minket ezek a csúnya rossz emberek. Szóval, hogy teljesen más a kettőnek a felfogása, és ez iszonyatosan érdekes szerintem, hogy hogy attól függ, hogy melyik oldalon állsz adott esetben, teljesen más a tapasztalatod, és teljesen más történelmi konzekvenciákat vonz le a storyból, és tök másképp tanulják ők ezt az egészet, mint mi. És ugyanez igaz erre a kultúrára is, hogy teljesen más van meg nekik, és, és valószínűleg ez a császár és sógunátus és, és hasonlók is ugyanígy csapódnak le, és, és nem azt mondom, hogy akkor most mindent meg kell kérdőjelezni, de közben de ezt mondom, hogy azért érdemes megnézni a túloldalát is a történeteknek, hogy vajon az, amit nekem tanítanak, és valószínűleg most, ha ide behozom azt, hogy Hitler, akkor nyilván nem ezt akarom elmondani, hogy biztos Hitler is jót akart, mert valószínűleg nem. De, de amúgy azért iszonyatosan érdekelne, hogy az az alapgondolat, amiből kiindult ez az egész, hogy mitől lett ebből zsidó üldözés, na az az egy kis mag, azt mondjuk szerintem soha nem fogjuk megtudni, hogy ez pontosan mi akart lenni, és, és miből indult ki ez az egész, és hogy lett ebből egy ilyen szintű rasszista megjelenítés, és hogyan gyilkoltunk emberek tízezreit, százezreit, millióit halomra, azért az, az is egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes gondolat, és szerintem abszolút ide vezethető, hiszen ez lenne a lényege ennek a tükörkérdésnek is, hogy tulajdonképpen a jókájukat meg akarják semmisíteni ugyanúgy milliókat mészárolnának le. És szóval azért úgy éreztem ezt a párhuzamot is, tehát nem csak az utropoliszos áthallás volt meg, hanem ez is hogy azért, na, ezen, ezen, azért érdemes elgondolkodni, hogy biztos, hogy a jó oldalon állunk, biztos, hogy kell, hogy álljunk valahol, hogy, hogy nem lehet valami egyensúlyt találni ebben az egészben, és szerintem egyébként Sorana döntése teljes mértékig elfogadható volt, és én, én tisztelem őt ezért, hogy így döntött, és, és abszolút, abszolút azt gondolom, hogy ez egy jó vég volt, és, és teljesen jól futtatta ki erre az írónő. És ha már Szorana, és az ő története azért, az mekkora csavar volt ott a vége felé igazából. És az, hogy, hogy azt gondoltam, hogy oké, okay, elárulták Soranát, és, és valami más a, a rejtély ebben az egészben, hogy ki volt az, aki irányította őket, az is nagyon durva volt szerintem, de hogy a végére ilyen műszósan, tehát most már lassan minden, mindenféle témát előhozok ebbe a könyvbe, de hogy ilyen műszósan így jött és, és pörgött és pörgött és pörgött, és csak kapkodtam a fejemet, hogy most mi történik? Hogy Jézusom, ennyi mindent hogy tudunk belesűríteni 50 oldalba, nagyon brutális volt, viszont nagyon érthető, nagyon rendben volt. Ugyanúgy, ahogy műszónál. Amúgy szerintem, tök jól megmagyarázott mindent, teljes mértékig értettem a történetet, bár igen, azért kapkodni kellett a fejemet, hogy most vihar, meg nyeskutya, meg, meg a téllánya, meg szóval, hogy nagyon brutál volt, de tényleg Szorana része volt szerintem nekem a legmegdöbbentőbb, hogy ő tulajdonképpen nem is albino, hanem, hanem a, a, jégből jött, és, és hogy emiatt ilyen fura, és ezért vannak meg ezek csak ezek a téli képek benne, hogy olyankor ő elolvad. Szóval, hogy nagyon vad, és nagyon durva szerintem, de elképesztő csavar azért, azt tegyük hozzá, és teljes mértékig megmagyarázza az előtte lévő x száz oldalt, hogy miért nem emlékszik szorán a bizonyos dolgokra. Szóval amúgy nagyon-nagyon jól csinálta az írónő, mert tényleg a végén szerintem, legalábbis én, én mindenre választ kaptam, én mindent megértettem. És az, hogy hogy jutott el a tükörhöz, hogy hogy tudta kicunét oda bezárni, szóval minden fantasztikus volt. Nekem nekem nagyon-nagyon tetszett, és, és, nagyon tetszett az ő párosuk egyébként rendmúval, hogy a végén tényleg ezt az igazi védés szövetséget tudták alkotni, hogy amikor körbekerítik őket, akkor egymásnak háttalálnak, hogy, hogy biztosan egymást tudják védeni. Szóval ezek a kis apró gondolat, a foszlányok, meg mondatok, amiket így beszúrt az írónő, ezektől annyira Annyira olyan igazi lett ez az egész, és nagyon-nagyon-nagyon és szerethető volt szerintem az egész történet. Én, én, tényleg imádtam ezt az egészet. Én nagyon-nagyon el vagyok varázsolva tőle. És a rossz fiúból jó fiúvá váló Renmu karakteréről is muszáj szerintem még egy pár szót ejteni, mert annyira érdekes volt, ahogy ő végigment ezen az egészen, hogy itt meg a vámpírnaplókos démen jutott eszembe, hogy jött egy emberi lény, most nevezzük szaránát emberi lénynek szerintem, jött egy emberi lény, aki egész egyszerűen próbált vele emberi módon viselkedni, és oké, okay, hogy ilyen távolságtartóan, meg mindig a félszeme rajta volt, hogy mit csinál, de egy idő után kialakítottak egy olyan bensőséges viszonyt, és sikerült neki úgymond felolvasztani, vagy inkább pont, hogy megfogyasztani azt a, azt a tüzet, azt a szikrát, amire múban végig benne volt, hogy hogy ezzel így annyira szépen egységé rakták egymást, és tök jó volt, hogy hogy amikor ő ugye megutálta ezt az egész létezést, és úgy döntött, hogy jó, akkor fa leszek. Mondjuk ez is nagyon brutális, szerintem így tényleg közép-európai adja, hogy akkor több száz évig fa vagyok. De, de közben meg abszolút érthető az a része, hogy inkább választotta azt, hogy nem mozdul és magányos, és, és próbál a természethez közel maradni, mint azt, hogy gyilkoljon, öldököljön, és hogy bántsák őt. És ezek mind annyira, Annyira szép gondolatok, amúgy, hogy, hogy ha, ha megadatik neked az, hogy nagyon-nagyon hogy sokáig tud élni, akkor azért nagyon könnyű belekeseredni ebbe a létezésbe. És nagyon könnyű csak a gyönyörökre fókuszálni egy bizonyos idő után. Aztán abba is beleunni, és még inkább megkeseredni. És ugye ezt a verziót kapta Sorana. Szóval ebből azért kibújtatni ezt a lényt maradjunk ebben, az nagyon-nagyon komoly feladat, és szerintem fantasztikus az, a, az, az erő, ami Szorenában van, hogy mindezt végig tudta csinálni, és olyan bizalmat tudott adni Nenmunak, amivel, amivel kiérdemelte azt, hogy jó, akkor, akkor megpróbálok jobban viselkedni. Megpróbálok úgy létezni, hogy ne is ártsak, de közben én se halljak bele, és ne keseredjek bele, és leginkább, hogy annak az egy embernek akit úgy társamul választottam, annak ne csak és őt védjem meg, ha lehet, mindentől. Szóval ez, ez mind annyira gyönyörű, szép, és a szerelmi oldalról is, meg úgy alapvetően szerintem a jelen fejlődési oldalról is, és mind a kettőjük részéről, hogy, hogy tényleg úristen, úristen, hogy ennyi mindent belerakni egy alapvetően csak egy fentezi történetbe, szerintem zseniális, tele fantasztikus, és, és ez a, a váltott szemszög, ezt is nagyon-nagyon imádtam, és pont ettől volt nagyon-nagyon jó, és nagyon, nagyon jól bele tudtam érezni magam mindegyik őjük helyzetében, hogy, hogy megvolt a Sorana oldal is, meg, meg volt a Remmo oldal is, és nem az volt, hogy csak Sorana oldaláról úgymond egy ilyen picsogást hallgatunk végig, hanem az ő gondolat folyamát is nagyon-nagyon jól végig tudtuk vinni, és nem volt picsogós, és nem volt az, hogy jaj, most mi lesz velem, meg ki vagyok én, hanem megpróbált tenni, és haladt, és küzdött, szóval nagyon mai volt a csaj, és ezt nagyon szerettem, és ott volt a remú oldal is, hogy ő is azért elmondta az ő szenvedéseit, de közben, amikor egymás felé elkezdtek elindulni, és megvoltak a kis kétségeik, hogy jaj, érzek valamit, de, de lehet, hogy ő nem, de de vajon akkor ezt a mondatot miért mondta? Szóval, hogy ezek a kis, kis kérdések, amik így felfelvillantak bennük, én ezt is nagyon szerettem, és jó volt így egyszerre olvasni őket, és mindig olyan jókat mosolyogtam, hogy igen, igen, nem sokára, nem sokára jönnek, és így dörzsöltem a tenyerem, hogy na mikor derül már ki, és mikor mondják már ki végre egymásnak, hogy mi van. Nagyon, 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 nagyon jó volt, szerintem tényleg, 5 per 5, 10 per 10. Tehát, hogy nagyon, 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 nagyon jó volt így indítani az évet, úgyhogy, úgyhogy igen, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, én többet erről nem tudok már elmondani, vagy se, de nyilván tudnék, de nem fogunk itt ülni még három órán keresztül, de meséljétek, hogy nektek hogyan tetszett ez a könyv, ha olvastátok, olvastatok-e már az írónőtől, itt találtok egy videót is, amit meg tudtok nézni, hallgatni, illetve fel tudtok iratkozni a csatornára is, ha még nem tettétek meg. Én olvasok tovább, tegyetek így ti is, legyetek jók, olvassatok, sokat, sziasztok!